Na hát akkor köszöntök mindenkit ebben a videóban, most ismét itt vagyunk egy újjáépítés része, és ebben a részben a Lyon csapatát fogjuk újjáépíteni. Ugye a Lyon mindig egy nagy francia csapat volt, most is egy nagy francia csapatnak mondható a Lyon. Viszont ugye mostanában nem nagyon rajtuk van a reflektor fény, hanem inkább a Paris Saint-Germain és a Monacón és egyéb ilyen francia csapatokon. De ez nem mindig így volt, hisz ugye 2001-es szezontól kezdve, 2007-2008-as szezonig minden egyes évben ők nyerték meg a bajnokságot, szóval akkor tényleg az egy nagyon jó széria volt, és akkor tényleg ők voltak a legjobb francia csapat, kérdés nélkül, szóval ugye akkor ők voltak igazából a, hát a francia bajnokság Juventusa, viszont azóta nem is mondhatom, hogy nagy volt a visszaesés, hanem inkább a riválisok erősödtek meg nagyon, és egyszerűen jobbak lettek, mint a Lyon, ugye igazából például a Paris Saint-Germain is, és most ugye a Lyonnak is erősödnie kell, be kell előzni a riválisokat, és nem csak a bajnokságban, hanem a bajnok ligájába is, és a bajnok ligáját is meg akarjuk nyerni. Ez a sorozatnak a lényege, szóval hogy el is mondjam, mi a sorozat lényege hosszabban. Az a lényeg, hogy veszünk és eladunk játékosokat, ezáltal jobbá téve az adott csapatot, szóval most ugye a Lyon csapatát. Minden mérkőzést leszimulálunk, ameddig el nem jutunk a bajnokok ligája döntőjébe, és azt a mérkőzést pedig nem leszimuláljuk, hanem lejátszuk, és meg kell nyernünk a bajnokok ligáját, és hogyha ez megvan, akkor igazából vége van az újjáépítésnek. A Lyon amúgy könnyű és nehéz csapatnak is mondható, mármint így újjáépítés szempontjából. Azért lehet könnyű, mivel szinte a csapat 70%-a tehetségekből áll, elkezdve Traoré, Depay, Fekir, Aouar, most hogy kell mondani, mert Ndombele, Touzard, már idősebb. Ugye az amikor a csapat nagy része tehetség, és ezért ugye sokat fognak fejlődni, és nagyon nagy klasszis játékos fog belőlük válni. Viszont ami nehézség az, hogy csak 33 millió fontjuk van, ami nem egy sok pénz, szóval tényleg abból kb. 2 játékos lehet igazolni, de nem is 2 nagy játékos, hanem 2 olyan egész jó játékos. Hát szóval, ja. De amúgy akkor el is mondom, hogy milyen játékosokat szeretnék igazolni. Kéne egy CB, viszont ugye néztem, hogy van egy ki is, mindjárt megmutatom, van egy játékos, akit vissza tudunk hívni kölcsönből, ki nem más, mint ez az Enkulu, őt vissza is hívjuk kölcsönből, csak szimulálni kell egy kicsit az időbe, és akkor meg is van, és akkor nem is kell most CB-t igazolni, hanem majd egy CM-et és egy left back-et. CM pozíción csak tehetségek vannak, szóval az egész jó, viszont szerintem kéne egy kicsit jobb játékos ide, egy rutinos játékos, én szerettem volna egy rutinos játékos, egy 92 értékelés körüli, egy 26 év fölül játékos, aki tényleg tudná irányítani a középpályát, mert ugye rutinnal rendelkezik, viszont szerintem nem lesz arra pénzünk sajnos, ezért egy olyan játékost majd januárra fogok szerezni ingyen, ezért szerintem most ide egy tehetséget fogok venni, de aki már jobb, szóval nem egy Aouar szintű, vagy nem egy Ndombele szintű, hanem kicsit jobb játékost, aki 79-80-as értékelés körülbelül, és egy Lewandowski is már, szóval hát nem valami jó játékos. Most nézem, itt van Sergi Darder, aki egy 23 éves, 79-es értékelésű játékos, szóval ő is egy hatalmas tehetség, és őt is visszahívom. És láthatatok páran, hogy ott volt Golovin, én is észrevettem, igazából leigazoltam már előbb, és azért van meg Golovin. Szóval az a lényeg, hogy visszajöttük Dardert, és már így Golovin is megvan, szóval így eléggé megerősödik majd a középpályánk. Ugye Golovin egy nagyon jó játékos, 23 millió 400 ezer volt a legolcsóbb, amiért meg tudtam szerezni. Próbálkoztam tényleg, de 23 millió 400 ezernél nem engedte el olcsóban a CSKA Moszkva játékost. Az lényeg, hogy akkor most így eléggé megerősödött a középpályánk. Darderrel, aki egy elég nagy tehetség, ugyanúgy, ahogy Golovin. És helyettük is itt van például Ferri, Aouar, Ndombele, szóval tényleg itt is van még 2 hatalmas tehetség, vagy 3, akik csereként be tudnak állni. És akkor meg is van a következő igazolásunk, akit a left back pozícióra vettünk. Ő egy spanyol tehetség, aki hát Johnny, azt hiszem, Johnny Otto, vagy nem tudom mi a neve. Őt ugye Celtától igazoltuk le, és olcsó volt, igazából ez volt így a legfőbb dolog, amit néztünk, amit tudom, hogy nem ezt kéne nézni, de hát, hogyha nincsen sok pénzünk, akkor ezt kell nézni. Szóval tényleg minél jobb játékost, minél olcsóban. És így megszereztük tényleg Ottót, 5 millió volt, plusz még odaadtuk Fernando Marcelt, aki a mostani a left-backünk volt, ugye nem nagyon kellett nekünk, nem volt a megfelelő játékos erre a pozícióra, és ezért ugye megszereztük Ottót, aki 78-as értékelésű, és 80-as potenciállal rendelkezik, ami nem rossz tényleg szerintem, és amúgy a potenciálok azok nem mindig jók, mert például láttam, hogy azt mondták, hogy 89-es potenciálja lesz egy játékosnak, és volt már 91-es attól függetlenül, szóval tényleg, de szerintem akkor meg is van így a csapat, elég jó kis csapatnak tűnik, de amúgy nem tudom, miért Traoré játszik, miért nem Mariano, szóval tényleg ezt így fixáltuk is, és akkor szerintem így már kész is vagyunk, szerintem ezzel minimum meg kell lenni a bajnokságban második helynek, és ugye indulunk az Európa Ligába is, amit szerintem, hát talán megnyerhetünk, ez a támadó duó elképesztően jó, ott van Fekir,
Camba, aki amúgy gyorsan fejlődik, szóval őt már próbáltam, és tényleg nagyon gyorsan lesz 87-es, szerintem már a másik szezon elejére 87-es lesz, szóval tényleg azt már nagyon fogom várni, a középpálya az tényleg nagyon jó három fiatal tehetségből, de tényleg amúgy majd szeretnék ide venni egy rutinosabb játékos, szerintem Tussárd helyére, és a védelem is eléggé jó, rutinos játékosokban áll López, amúgy meg egy rohadt jó kapus, szóval tényleg neki is nem örülök, és csak 26 éve, szóval tényleg ő is nagyon fontos játékos így a csapatunkban, szóval ezzel a csapattal fogunk neki látni. És akkor itt is vagyunk januárban a szezon felénél, és akkor meg is nézhetjük, hogy hogyan teljesítettünk, és 7. helyen vagyunk, ami egy szörnyű eredmény, és tényleg remélhetőleg javítani fognak a játékosok. Az Európa Ligában remélhetőleg javítottunk, mert hogyha nem, akkor nagyon csalódott leszek, ki fog sírdogálni meg minden, nem amúgy csak vicceltem, szóval második hely, csak a második helyen végeztünk, össze kell kapni a magát a csapatnak, vagy nem tudom, vagy amúgy gondolkodtam, hogy váltok formációt, itt van ez a második formáció, ott Traoré jön egyik szélre, másik szélre meg Depay, és amúgy ez is egy tök jó kis opció, és ja, szerintem ezt fogom most így kipróbálom, mert és akkor amúgy itt is vagyunk a szezon felénél, szóval próbálunk majd ingyen igazolni játékosokat, és akkor meg is szereztük ingyen De Vrijt és Ramsey-t, ugye mondtam, hogy szeretnék a középpályára egy rutinosabb játékost, aki úgy így körülbelül a csapat magja lesz, és tényleg a többi fiatal játékos tudja így hát segíteni meg ilyenek, és ez Ramsey lett, egy nagyon fontos játékos, és nagyon jó játékos, szóval tényleg neki nagyon örülök, és De Vrijnek is ugye ő kellett így a védelembe, mert nem volt a legjobb így a védelmünk, szóval ja, így megyünk tovább, és akkor remélhetőleg hát följünk így a harmadik másik helyre, és annyi lényeg, hogy javítsunk most tényleg, mert eddig nem voltunk valami jók. És itt is vagyunk a második, milyen második? Első szezon végén, majdnem azt mondom, hogy a második szezon végén, de ott még nem tartunk, csak az első szezon végén. Szóval az első szezon végén a harmadik helyen végeztünk, és amúgy a Marseille nyert, ami egy eléggé meglepő dolog, és nem tudom, hogy valami Paris Saint-Germain-nel, de amúgy ez nem is az én dolgom, nem is azzal kell foglalkozni, hanem az Olympique Lyonnal kell foglalkozni, és ugye harmadikak lettünk, ami nem a legrosszabb dolog, lehet volna a szarabb is, én a második helyet állítottam be célnak, amit nem értünk el, viszont a harmadik hely az nincs messze a második helytől, csak egyel van lemaradva, annyira nem lehetünk elégedetnek, és főleg, hogy azt nézzük, hogy tele van a csapatunk tehetségekkel, szóval a játékosok csak erősebbek lesznek, csak jobbak lesznek, és így igazából csak jobb helyzést érhetnénk el, hogyha logikusan gondolkodnánk. Ja. De akkor menjünk is a második szezon elejére. Na, és akkor itt is vagyunk a második szezon elején, és így néz ki a csapatunk. Nem akarok sokat beszélni róla, nézzétek meg. Mindenképpen jobban néz ki, nagyon jól néz ki amúgy, szóval tényleg ez a támadó hármas Fekire, Marianul és Depay egyszerűen elképesztően jó. Középpálya is elképesztően jó, hogy itt van a Ramsey és a védelem is amúgy. Bár a védelemben van szerintem a legtöbb rossz dolog, és ez a leggyengébb pontja szerintem így a Lyon csapatának. Szerintem kell egy új védő, és egy CB, és egy új rideback, és akkor szerintem így kész lesz amúgy tényleg így a csapatunk, szóval ja, amúgy tök jó, mert amúgy a padunk is tele van itt tehetségekkel, meg minden, szóval tényleg Traoré, Cornet, Ferri, Tete, amúgy Tetét be is tudjuk rakni, nem tudom miért nem rakom be. Amúgy lesz, hogy akkor nem is kell rideback. Ja, nem kell rideback, hanem csak egy CB. Még jó, hogy észrevettem, jó, akkor még, akkor veszek egy jó CB-t, mert csak 30 milliónk van, és az két játékosra elképesztően kevés, szóval szerintem veszek egy nagyon jó CB-t. Na, és akkor meg is van a CB, aki nagyon-nagyon kellett nekünk, ez nem más, mint Lenglet, ugye egy francia tehetséges játékos, 23 éves, és nem tudom, hogy helyes értékelés, meg nem néztem meg, potenciáját sem annyira tudom, csak tudom, hogy tehetséges, 25 millió font volt, ami amúgy eléggé sok, de és amúgy én nem is tervezek több játékost igazolni, szerintem ennyi volt, mivel nincs nagyon pénzünk se, és szerintem nincs nagyon hiánypozíció se a csapatba, szóval akkor lássunk is neki a második szezonnak, ahol már nagyobb elvárásaim vannak. Én szeretném hát talán megpróbálni megnyerni a bajnokságot, nem lenne rossz. Igazából Marseille nyert, szóval elmondható, hogy a PSG nincs olyan jó formában, szóval szerintem őket talán meg tudnánk előzni, de a második hely sem lenne amúgy rossz, és azután pedig most ugye indulunk a talán a BL-be? Szerintem a harmadik helyért még már BL jár, nem? Nem tudom. De szerintem a BL-be indulunk, a BL-be pedig hát szerintem jól lenne, hogy tovább jutnánk a csoportkörön, és aztán meg igazából nincsenek nagyon nagy elvárásai, mert még nem vagyunk ott, hogy meg kéne nyernünk a BL, szóval ja. És hát a hatodik helyen vagyunk, így a szezon felénél, viszont amúgy nem rossz a helyzet, mivel hát 2 ponttal vagyunk lemaradva a második helyzettől, és 5 ponttal az első helyzettől, szóval tényleg nagyon elmondható, hogy nagyon szoros a bajnokság, szóval tényleg ez, mint egy körülbelül a Premier League lenne, olyan szoros így a mezőny, és amúgy itt nem tudom, hogy itt voltam-e?
Hát reméltőleg, hogy nem itt voltam, mert akkor az azt jelenti, hogy nem jutottam volna tovább. És itt voltam, és nem jutottam tovább. És ugyanannyi ponton mentem, mint a második helyzetnek. Nem már ilyet. És megvan ez a játékos, ez nem más, mint Koke, aki CM pozícióba fog játszani. Szerintem, hát vagy Reichnert is tud játszani, szóval lehet, hogy Traoré helyett fog játszani. Ez majd eldűlik. Na szóval akkor menjünk is tovább, és remélhetőleg... jobban fogunk testre, megint javítunk. És akkor itt is vagyunk a második szalonnak a végén. És első helyen végeztünk, tényleg ez nagyon jó végeredmény. Nagyon boldog vagyok tényleg. Paris Saint-Germain csak harmadik helyen végzett, szóval tényleg ők nem lehetnek annyira boldogok. És nem már negyed döntőbe elbuktunk, 4-2-re kaptunk ki a Rómától. Negyed döntőbe, elődöntőbe, nem tudom miért mondtam negyed döntőt. Amúgy így néz ki így a csapat, tök jó, amúgy szerintem majd Koke jön szerintem Traoré helyére, és akkor tényleg így szerintem fullos lesz a csapat. És akkor itt is vagyunk a harmadik szezonnak az elején, megint elrontottam, nem baj, így a jó. Szóval akkor itt is vagyunk a harmadik szezon elején, és ugye így néz ki a keretünk, a csapatunk pontosabban, és nagyon jó a csapat, tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a kezdővel, ugye itt van Koke, aki bejött kis így a szélre, amúgy lehet, hogy C-ben meg fog játszani, nem tudom, ez majd eldőlik még, majd meglátjuk, hogy olyan teljes a csapat meg minden, és hogy hogyan jönnek így össze a dolgok meg minden. Amúgy szerintem majd fogok igazolni egy estét Mariano helyére, mert szerintem amúgy Mariano nagyon jó játékos, de nem annyira világklasszis, és szerintem kell nekünk egy világklasszis gólvágó játékos, aki minimum 87-es, 86-os, 88-as, és amúgy ugye Mariannak 85-ös potenciálja van, szóval igazából már csak egy kell neki, hogy vége legyen így a fejlődésének, és amúgy mondtam, hogy ez nem teljesen mindig pontos, szóval lehet, hogy 87-es is lesz akár Mariano, de mindegy, most szerintem inkább szerezünk egy új estét, nem lesz semmi bajunk belőle. És akkor meg is van a csatárunk, aki Andrea Belotti lett, ő egy nagyon jó csatár, jelenleg 85-ös értékelésű, szóval mondhatjátok, hogy úristen csak egy értékelése jobb, mint Mariano, viszont szerintem hosszú távra sokkal jobb lesz Belotti, nagyon jó játékos, nagyon jó gólvágó meg minden, szóval tényleg nagyon örülök neki, és tényleg ez a támadósor meg minden, tényleg nagyon fullos így a csapat, így a 30 szezon elejére, szóval szerintem nem is fog több játékot igazolni, és szerintem akkor lássunk is neki a szezonnak, ez az, hogy a 30 szezonunk, és szerintem most is meg kéne nyerni a bajnokságot, de a bajnokságban eddig is jók voltunk, szerintem most az európai megmérettetésekben kell valami újat nyújtani, szóval ugye most a mi esetünkben a Bajnokok Ligájába, szóval szerintem, hogyha eljutnánk, hát a legjobb 8 közé, akkor az tök jó lenne. Szokásosan itt is vagyunk januárban, most ugye a harmadik szezonnál, és az első helyen vagyunk a bajnokságban, ami tök jó dolog, nagyon-nagyon örülök neki, viszont remélhetőleg a BL-be is hasonlóan jól szerepeltünk, hallod és nem jutottunk tovább, ilyen szarú teljesíteni, a Dortmund és a Milán mögött végeztünk a bajnokságban, nem már. És akkor vége is lett a szezonnak, és megnyertük a Copa de la Liga-t, ami gondolom, hogy a francia liga, vagy nem tudom, mert ez is ilyen francia liga, szóval van kettő is. De itt is a döntőben vagyunk, szóval ezt is meg kéne nyerni, és akkor kettő trófeát megnyernénk. És akkor nézzük, hogyan végeztünk a bajnokságunkba, és ott azt is megnyertük, szóval hogyha ezt a harmadik kupát megnyerjük, akkor mind a három hazai trófeát megnyertünk, ami elképesztően jó végeredmény. Viszont hát igazából az EL-ben nem végeztünk olyan jól, mivel kiestünk a Wolfsburg ellen, büntetőkkel, ahogy látom, szóval az eléggé szar, szóval tényleg valami nem megy így az európai megmérettetésekbe, tényleg Franciaország nagyon jól megy, megelőzzük a Paris Saint-Germain-et, a Marseille-t, a Monaco-t, mindent, és tényleg nagyon jók vagyunk, Európában meg valahogy nem megy, de mindegy, majd próbáljuk ezt megoldani a negyedik és a többi szezonba. És nyertünk 4-0-ra, megaláztuk a Monakót így a döntőbe. És akkor mind a három hazai trófeát elhódítuk, ugye a bajnokságot is, kettő ilyen kupát, és az tényleg tök jó. Annyi a lényeg, hogy most vége van ennek a résznek, ugye, mint már mondtam, az előző Evertonos újjáépítésben úgy van, hogy minden részben három szezont nyomatunk, és szóval így ennyi volt ez a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és akkor mindenképpen lesz több ilyen rész is, és ha még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra hasonló ilyen tartalmakért. De ennyi lett volna mára, sziasztok!